Brain Bar is magnificent. I've never really been anywhere like it before. Every time I have a conversation with someone here, I'm always impressed by what I find, what I discover, what I learn. Everybody is so kind and so interested in just learning about how we can build a better future. Any event that brings us together to debate the pertinent questions of the day and that is intergenerational is a very good idea. The engagement has been fantastic. I'm really blown away by all of this. And as an academic who really cares about the future of Hungarian intellectual youth and wants to see this country really become a hub for intellectual activity in the sciences and the arts, I can certainly say that I was impressed, very impressed actually. Vendégünk a stúdióban Bai Bernadett és Füge. Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek. Hello, sziasztok. A Brain Bar idén már a 10 éves jubileumát ünnepli, úgyhogy rengeteg tapasztalat van a hátatok mögött, de azt gondolom, hogy mégis az egyik legnehezebb feladat az az lehet, amikor nekiálltok a szervezésnek. Mennyi munka előzi meg a Brain Barokat, és ilyenkor tényleg hogy álltok neki annak, hogy kiket hívjatok meg? Valójában az van, hogy egész évben tudjuk ezt az egy eseményt szervezni, mert ugye nagyon sok dolog van vele, és az is történik, hogy van, hogy évekre átnyúlik egy-egy eseménynek a szervezése, mert nagyon sok olyan nemzetközi előadó, aki jön hozzánk, van, hogy évek munkája az, amíg le tudjuk azt szervezni, hogy jó legyen az időpont mindannyiunknak, és hát szerencsére van egy nagyon jó csapatunk, van kifejezetten egy olyan kollégánk, akinek az a feladata, hogy egész évben kutatja a különféle olyan embereket a világban és hazánkban is, akiknek nagyon jó és nagyon nagy mondásai vannak a jövőnket illetően. Úgyhogy egész évben ezen dolgozunk, azon túl, hogy természetesen nagyon sok mást is csinálunk emellett, de azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen az egész évünket kitölti. Idén is több fő témátok van, mint például a testképzavar vagy az influencerkedés. Azt mi alapján választjátok ki, hogy mire fókuszáltok? Mindig nagyon fontos az, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat, és nem csak, hogy érdekli őket, hanem hogy azok a témák kerülnek nálunk színpadra, amikről azt gondoljuk, hogy a lehető legjobban fogják befolyásolni az ő jövőjüket. Ugye mivel a Brain Bar ingyenes tanároknak és diákoknak már 10 éve, mert azt gondoljuk, hogy az a tudás, ami a mi színpadunkon van, az alap, és nagyon könnyen elérhető kell, hogy legyen számukra. Ezért évről évre több ezer egyetemista és középiskolás, illetve tanár jelenik meg nálunk, és azokkal a témákkal szeretnénk foglalkozni, amikről azt gondoljuk, hogy nagyon fontosak lesznek az ő közeli jövőjük szempontjából, mert hogy nagyon sok minden zajlik a világban, nagyon sok bizonytalanság van az ő életükben a karrierjük szempontjából, hogyan alakítsák a személyiségüket, hogyan alakul majd a gazdaság, a politika, a környezetvédelem. Szóval nagyon sok olyan dolog van, amiben könnyű azért elveszíteni a fonalat és a talajt. Mi nagyon szeretnénk nekik kapaszkodókat adni, és ezért azokkal a dolgokkal foglalkozunk, amikről azt gondoljuk, hogy 5-10-20 éven belül számukra a legfontosabbak lesznek. Ti mit tapasztaltok egyébként a fiatalokat, mennyire érdekli, mennyire aggódnak a jövő iránt, vagy mennyire másképp választanak mostanában már karriert és életcélt a jövőképük alakulása miatt? Mi azt látjuk, ugye mi nagyon sokat beszélgetünk velük évközben is, és nagyon sok olyan visszajelzést kapunk tőlük, hogy sok szempontból bizonytalanok, nehezen találják tényleg a kapaszkodókat, akár a karrierük szempontjából is lehet, hogy olyan munkájuk lesz, ami még most nem is létezik, azért nagyon sok a változás és nagyon gyors a változás a világban, amivel nagyon nehéz lépést tartani, úgyhogy én egyáltalán nem irigylem azokat, akik most vannak például karrierválasztás előtt, nagyon sok segítségre szorulnak, viszont azt látjuk a közönségünkön, hogy hozzánk tényleg azok jönnek el, akik
a lehető legnyitottabbak a világ dolgaira, a lehető legszorosabban szeretnék a saját karrierjüket és a jövőjüket a kezükben tudni, és pont ezért jönnek hozzánk, hogy azt a tudást, azt a sok szakértőt, aki van nálunk, őket lássák, hallják az ő gondolataikat, aztán hazavigyék, megrágják, és aztán remélhetőleg nagyon jól tudják majd ezt hasznosítani az életükben. Idén is elhívtatok több neves, akár nemzetközi szakértőt, ugyebár szokták mondani, hogy brit tudósok kimutatták, hát brit tudósok is lesznek nálatok. Mi lesz az ő fő területük, miről fognak előadást tartani? Nagyon sok változatos téma van nálunk, és ami nagyon fontos, hogy nem is előadást tartanak, hanem beszélgetni jönnek hozzánk. Tehát eleve nálunk nem nagyon van olyan, hogy valaki feláll a színpadra, elmondja azt, amit szeretne, aztán lesétál, hanem minden színpadi formátumunk úgy van kitalálva, hogy a közönség bármikor alakíthassa a beszélgetésnek a folyamát. Beleszólhatnak, kérdezhetnek, és ugye mi el is várjuk azoktól az emberektől, akik felállnak a színpadunkra, hogy legyenek készek ezekre a kérdésekre. És hát nagyon sokféle szereplő jön idén is. Jön hozzánk például német tudós, aki a méheket tanulmányozza, és ő arról fog mesélni nekünk, hogy bár azt gondoljuk, hogy van a méheknek egy nagyon egyértelmű oldala, de nagyon sok olyan dolog van, amit még nem tudunk róluk, hogy mennyire komplex a személyiségük, hogyan használnak eszközöket, és hogy egyébként ez a mi jövőnk szempontjából is milyen fontos, de jön hozzánk híres agykutató, aki az agyunknak a működését vizsgálja, és az agyunk egy napjáról fog nekünk mesélni. Jön hozzánk szociológus New Yorkból, aki például arról mesél, hogy mennyivel másabbak lehetnének a szociális kapcsolataink, a barátainkkal, a családunkkal, a párkapcsolatunk, hogyha mondjuk jobban visszatérnénk az analóg világba, és mondjuk lejönnénk a social médiáról, ami egy ilyen nagyon érdekes gondolatkísérlet lesz szerintem. Szóval nagyon sok ilyen téma van, amik tudományosak, és nagyon sok olyan téma van, ami kicsit lazább, például lesz nálunk egy vita, amit én például nagyon várok, amiben részt fog venni Trunk Tomi, aki itthon ugye a sneaker kultúra egyik legismertebb alakja, és ő például egy cipésszel fog vitázni, Derges Péterrel, aki viszont abban hisz, hogy egyáltalán nem jó iránya az, hogy mindig megvesszük a legújabbat, és eldobjuk a régit, hanem szerinte érdemes lenne a javításban is gondolkodnunk. De igen, beszélgetni fogunk arról, hogy az influencerkedés például vajon a jövőben egy fenntartható szakma és egy működő karrier lehet-e. Úgyhogy remélem, hogy nagyon sok olyan izgi témát tudtunk idehozni idén is, amikben mindenki meg fogja találni a neki kedvezőt. De mindemellett egyébként még készültök egy kis jógával is, tehát lesznek szabadtéri programok, hiszen a Magyar Zeneházában lesz az egész esemény, ami egy nagyon, hát szerintem pluszt ad az egész eseményhez, hiszen egy gyönyörű helyszínről van. Igen, a Magyar Zeneháza, most már ez a harmadik év, hogy ott leszünk, és nagyon sokat hozzáad a fesztiválnak a hangulatához, az egész atmoszférát még különlegesebbé teszi, és igen, reggelente jógával indul a nap, hogy jól rá tudjunk hangolódni az előttünk álló sűrű programra, és nagyon sok művészeti produkció van nálunk, nagyon sok énekes jön hozzánk, zenekarda jönnek, sportolók, jön hozzánk világbajnok BMX-es is, aki mutat trükköket, szóval, hogy nagyon sok ilyen egyéb olyan program lesz, ami kicsit lazítja a napot, és nem csak a fejünk fog tágulni a sok tudással, hanem tényleg kicsit a szívünk, lelkünk is ezeknek hála. Akkor tényleg nagyon színes lesz, nagyon szépen izgalmas. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Szépen. Nagyon köszönöm, remélem találkozunk.